Most meg egy 12x12-es közepesen nehéz slit hellingnek a megoldását. Kezdjük talán itt ennél a saroknál. A sorok elemben itt egy 3-as helyezkedik el, és itt ennél nyilvánvaló, hogy ez a két elem biztos, hogy vonal lesz. Ezen kívül, ahonnan még biztos kiindulhatunk, itt a szomszédos 3-asoknál, ezeknél, mint ezt már nagyon sokszor láthattuk, ezek a vonalak itt biztos, hogy vonalai lesznek, viszont itt alul ez nem lehet vonal, mert hogyha az volna, akkor itt ebben a pontban elakadnánk. Tehát itt ennél a 3-asnál a felsőnek vonalnak menni, ez nem lehet vonal, ennél a 3-asnál csak a harmadik vonal, ez nem lehet vonal, tehát ennél a 3-asnál csak harmadik vonal, persze akkor ez nem vonal, itt pedig csak lefelé, egyeste meg lett, ezek itt nem vonalak nyilván, egyesnél már csak lefele jöhetek, tovább, és aztán ezen a részen el is akadtunk egyelőre legalábbis. Van még itt szomszédos 3-asunk, ráadásul van itt egy olyan 3-as, ez biztos, hogy nem lehet vonal ez miatt a nullás miatt, tehát akkor ennek a 3-asnak mind a 3 vonalban tulajdonképpen. Itt fele jöhetek, itt pedig csak fölfelé mehetek. Ez itt nem lehet vonal, ez miatt a sarok miatt. Ennek a 3-asnak a harmadik vonalban csak ez lehet, itt pedig már csak fölfelé mehetek. Aztán látható, ennek a 3-asnak, mivel ez már nem lehet vonala, hiszen a 2-esnek megvan mind a két vonala már, ezért már csak ezek lehetnek ennek a 3-asnak. Ezek itt akkor nyilván nem lehetnek vonalak, valamint most már az is nyilvánvaló, hogy itt lefelé nem jöhetek, miatt a sarokelem miatt csak balra mehetek tovább. Itt megint csak balra mehetek tovább most már. Ez itt, ez miatt a sarok miatt nem lehet vonal, tehát akkor ennek a 2-esnek a másikra már csak ez lehet. Ez és ez pedig itt megint csak nem lehet vonal. Ez itt ennél a 2-esnek, ez nem lehet vonal, mert ha az volna, akkor itt ebben a pontban elakadnék. Tehát ennek a 2-esnek a két vonala már csak ez és ez. Itt már csak lefelé jöhetünk. Itt jöhetek lefelé, és utána így jövök tovább, vagy pedig elindulok erre, és akkor muszáj lenne lefele jönnöm már. Ha nem lefele jönnék, fölfele persze semmiképpen nem mehetek, hanem mondjuk a 3-as felé. Hogyha így jönnék tovább, akkor muszáj lenne erre jönnöm, és akkor itt elakadnék. Hát akkor ezt a 2-est már csak így helyezhetjük, vagy a felső és a baloldali, vagy az alsó és a jobb oldali. Nézzük ezt az alsó jobb oldalit talán, akkor mi a helyzet? Akkor még mindig sok fölfele már nem mehetek, csak erre. Így kell befejeznem a 3-ast, és akkor itt elakadnék. Tehát akkor itt már csak így haladhatok. Erre és akkor itt nem vonal. Ennek a 3-asnak a harmadik vonala már csak így. Már csak így lehet meg, ez nem vonal itt. Ez sem vonal, ez sem vonal. Van itt két szomszédos 3-asom, ezeknél ezek biztos, hogy vonalak lesznek az ilyen jellegű 3-as szomszédoknál. Ez itt biztos, hogy nem lehet vonal, mert ha az volna, akkor az egyik 3-as sem tudnám befejezni, hiszen mind a két 3-ast fönn kéne befejeznünk akkor.
Ez sem lehet volna, mert hogyha az volna, akkor mind a két-hármast meg lent kéne befejeznünk. Ez itt az egyesnél biztos nem lehet volna, mert ha az volna, akkor itt elakadnék. Ez sem vonal az egyesnél, mert hogyha az volna, akkor meg itt akadnék. Nyilván ez sem lehet itt vonal, mert hogyha ez vonal volna, akkor itt már csak fölfele jöhetnék. Hát az még lehet vonal elvileg. Úgyhogy így mehetek tovább, és onnan még tudok tovább menni, meg itt. Az viszont biztos, hogy ennek itt vonalnak kell lenni, mert hogyha nem lenne vonal, ez így állna, akkor ez a hármas már csak így lehetne körülvenni, és akkor itt arról elakadnék. Tehát ennek itt vonalnak lenni, és akkor most már kiderült, hogy ennek az egyesnek ez nem lehet vonala, valamint akkor ebből az is kiderült, hogy nem lehet itt vonal, mert ha az volna, akkor meg itt akadnék el. Tehát akkor ennek az egyesnek lehet vonala, és akkor itt már csak felfele mehetek tovább. Itt alul csak így jöhetek. Igen, és akkor nézzünk még, talán hármasokat, itt is vannak szomszédos hármasok, ezeknél biztos, hogy ezek itt vonalak lesznek. Valamint itt is vannak még szomszédos hármasaink, tehát ezek itt biztos, hogy vonalak lesznek szintén. Nézzük ezt a hármast itt. Mindig el tudok jönni erre. De nem az a baj, hanem hogy akkor itt elakadnék. Ez itt biztos, hogy vonal lesz, én azt állítom, mert hogyha nem lenne az, így, akkor ennek muszáj lenne vonalnak lenni, ennek is muszáj, lehet vonal sajnos. Mégiscsak nem lehet vonal. Ha ez itt nem lenne vonal, akkor muszáj lenne, hogy így jöjjön, és akkor itt elakadnék. Ez itt biztos, hogy vonal lesz. Ennek a kettesnek már megvan, akkor mind a két vonal, itt csak felfelé jöhetek, akkor itt ennél a hármasnál, itt ez nem lehet vonal, ez miatt, az egyenes miatt, ez már csak így jöhető be. Ez itt nem vonal, és akkor a hármas, fejezhető be ez a hármas. Ezek itt nyilván nem vonalak.
ebből a pontból már csak erre tudok jönni, ebből a pontból pedig csak erre tudok jönni. Itt már csak erre tudok jönni, meg itt is csak erre tudok jönni. Ez itt nem lehet vonal az átkör miatt, itt csak erre tudok jönni. Ennél a hármasnál viszont akkor, mivel én eljutottam ebbe a sarkába, ezért ez is vonal lesz, meg ez is vonal lesz, ezek akkor is nem vonal. Ennél az egyesnél, mivel itt ebből a pontból csak felfelé vagy balra tudok menni, ez nem lehet vonal, meg ez sem lehet vonal, mert az egyesnek csak ez, vagy csak ez lehet a vonal. Ennél a hármasnál ennek itt muszáj vonalnak lenni, mert hogyha ez nem lenne vonal, akkor itt elakadnánk, hiszen ennek vonalnak kéne lenni a hármas szám miatt. Sőt, ennek is, meg ennek is, tehát ennek mind a háromnak vonalnak kéne lenni, és akkor itt nem bírnék tovább menni. Tehát ez biztos, hogy itt vonal lesz. Itt meglett az egyesünknek a vonala. Itt már csak erre tudok jönni, balra, itt csak fölfelé, itt pedig megint csak balra tudok tovább jönni. Ó, hát ez a hármas, most veszem észre, hogy befejezhető, hiszen ez az egy, ez biztos, hogy nem lehet vonala, hiszen a nullásnak nem lehet szomszéd vonala, tehát ez a három, itt biztos, hogy vonal lesz mind. Így, és akkor ez itt biztos, hogy nem vonal, meg ez sem vonal, meg ez sem vonal, itt pedig már csak felfelé tudunk akkor jönni, meg itt is. Meg itt is. Itt muszáj fölfele jönnöm. Itt pedig muszáj lefelé jönnöm. Itt már csak összetudó, erre tudok jönni, itt a hármasnál pedig csak a lefelével tudok tovább jönni. Itt alul akkor így kell tovább jöjjek. Ez itt nem lehet vonal, nyilván. Ez sem lehet vonal. Ez biztos, hogy nem lehet, mert különben itt elakadnék. Akkor pedig ez sem lehet itt vonal, mert akkor megint csak itt akadnék el. Tehát akkor ennek a kettestek a második csak ez lehet. Akkor viszont itt már csak el tovább jönni. Itt pedig
csak erre tudok tovább jönni. Itt nem tudok ide, ezt nem húzhatom be ezt a vonalat, mert akkor meg itt akadnék el, tehát akkor ez itt nem vonal, akkor ennek a kettesnek a két vonala már csak ez és ez. Itt csak felhetek. A hármasnak a három vonala már csak ez és ez lehet. Így aztán itt jobbra kell, hogy tovább jöjjek. Itt megint csak jobbra tudok tovább menni. Ez nem lehet itt vonal, tehát a hármasnak a három vonala már csak ez lehet. Fölfele nem tudok menni, csak jobbra. Ez nem lehet itt vonal, tehát akkor ennek a hármasnak a három vonala már csak ez lehet így. Akkor ez itt nem vonal, és akkor ez a hármas már csak így fél. Be. Ez itt nem vonal, ez sem vonal, itt már csak jobbra jöhetek, itt is csak jobbra jöhetek, lefelé nem mehetek, jobbra. Itt fönn még mindig csak jobbra mehetek tovább, lefelé nem jöhetek, tehát akkor még csak jobbra mehetek tovább. Lefelé itt nem jöhetek, tehát még mindig csak jobbra mehetek, meg itt is csak jobbra mehetek tovább. Itt még mindig csak jobbra mehetek tovább. Hát itt lefelé már jöhetek, meg mehetek még jobbra tovább. Ez nem lehet vonal, miatt a sorok miatt. Ez nem lehet vonal, ez miatt a sorok miatt, tehát csak erre jöhetek tovább. Ez itt nem lehet vonal, az árt kis kör miatt, ami alakulna ki. Ez sem lehet itt vonal. Ennél a hármasnál itt, ennek biztos, hogy vonalnak kéne, vagy vonalnak kell lennie, mert hogyha ez nem volna vonal, akkor ez is vonal, meg ez is vonal, meg ez is vonal lenne, és akkor itt ebben a pontban elakadnék. Tehát biztos, hogy itt vonal lesz. Akkor viszont itt már csak erre jöhetek. De ez itt vonal, ha ez itt vonal volna, akkor erre itt nem jöhetnénk, biztos az átkör miatt csak lefelé tovább, mint ahogyan itt is csak lefelé, hát ezt még nem tudom végigkövetni, sajnos úgy tűnik legalábbis.
ezek ezt a hármast itt általában szokott segíteni. Tegyük fel, hogy ez nem vonal. Ez nyilván ez sem vonal itt. Ez biztos, hogy nem vonal. Úgyhogy itt nem volna vonal itt tenni a hármasnál, akkor ezt a hármast csak így tudnánk befejezni. Innen csak ebbe az irányba tudnék tovább menni, és akkor itt elakadnék. Ezért ennek itt biztos, hogy vonalnak kell lennie. És akkor itt már csak erre jöhetek tovább. Ez itt biztos, hogy nem vonal. Ja, hát persze, hát ez itt biztos nem lehet vonal, mert ha vonal volna, akkor ezt a hármast, már ezt a két hármast együtt nem tudnánk befejezni, mert ennek is, meg ennek is ezt kéne akkor befejezni. Ez lenne a harmadik vonala itt alul. De hát ez lehetetlen. Ez a közöttük, hogy nem vonal, és akkor ennek az egyesnek a harmadik vonala már lehet. Akkor pedig ide nem jöhetek, föntre itt nem mehetek, csak le mehetek. Ennél a hármasnál ide nem jöhetek, miatt a sarok miatt, és ennek a hármasnak a harmadik már csak ez lehet. Ez itt nem lehet vonal, meg ez sem lehet vonal, meg ez sem lehet vonal. És ennek a kettesnek a két vonala már csak ez, itt már csak fölfele tudok jönni. Ez nyilván nem vonal itt. Itt már csak lefele tudok jönni, mint ahogyan itt is csak lefelé tudok jönni. Ez itt nem lehet vonal. Ez sem lehet vonal, ez sem lehet vonal. Lehet-e ez itt vonal a hármasnál, nézzük csak. Hogyha ez itt vonal volna, akkor itt muszáj lenne erre jönni, mint ahogyan itt is muszáj lenne erre jönni. Utána erre kéne, hogy hát ez még mindig nem tudom végigkövetni sajnos. Hát ezt még itt nem igazán tudom befejezni sajnos. Ez viszont itt biztos, hogy nem lehet volna lenni az egyesnél, és ha vonal lenne, akkor itt elakadnék. Akkor viszont ez sem lehet itt vonal, mert ha ez vonal volna, akkor meg ebben a pontban akadnék el. Ennek a kettesnek a két vonala már csak ez lehet, meg ez lehet. Vonal. Itt viszont
Jöhetek még erre, meg jöhetek lefelé is. Még mindig. Viszont ennek a két vonala, ennek a kettesnek ez már nem lehet, ez sem lehet, akkor már csak ez és ez lehet itt. Akkor ez nem vonal, meg ez sem vonal, persze. És akkor ez itt nem lehet vonal, teljesen nyilvánvaló, és ennek az egyesnek az egy vonal, csak ez lehet itt. Fölfele nem mehetek. Itt már csak lefelé jön. Akkor ez biztos, hogy nem lehet vonal, ez miatt az át kis kör miatt. Muszáj erre jönnöm. Itt is muszáj erre jönnöm. Ez itt biztos, hogy nem lehet vonal, még mindig az át kis kör miatt. Hát akkor itt már csak erre jöhetek. Ez itt nem lehet vonal nyilván. Ennek a kettesnek a másik vonal már. Ezt még mindig nem szabad összekötnem az árt kis kör miatt itt a jobb alsó sarokban. Tehát akkor fölfele megyek. Itt is fölfele megyek. Tovább. Itt meg kénytelen vagyok most már jobbra jönni. Ezt itt még mindig nem lehet összekötni itt a jobb alsó sarokban. Még mindig ott van a topológiai értelemben vett zárt kör. Tehát akkor itt nem vonal, itt csak jobbra mehetek, itt csak fölfele mehetek. Ezt még mindig nem szabad itt összekötnünk itt a jobb alsó sarokban lévő kis kör miatt. Tehát itt nem vonal, itt csak fölfele, itt is fölfele. Ezt itt még mindig nem szabad itt összekötnünk az átkör miatt, ugyanott. Itt csak fölfelé. Illetve itt mehetek már el erre is, és utána föl, vagy pedig egyből fölfelé megyek, és úgy föl. Mindig nem. Mindig nehéz tovább jutni, úgy látom. Az azonban biztosnak tűnik, hogy itt ebből csak erre tudok tovább jönni. És akkor ez nem az, ez sem az, tehát akkor muszáj lenne itt bezárnom. Vagy pedig így kell bezárnom őt. Vagy így. Ha lejövök, akkor nyilvánvaló, hogy csak erre jöhetek ugyanis. Ha meg erre jövök, akkor ide már nem jöhetek. Akkor ide sem jöhetek. Itt csak fölfelé jöhetek.
most, hogyha itt alulról húzom be ezt a vonalat, meg ezt a vonalat. Ez nem lehet vonal, meg ez sem lehet vonal. A kettesnek már csak ez és ez lenne a vonala. És akkor itt elakadnék, mert ugye mivel ez vonal volna, az egyesnek már meg lenne a vonal, és akkor nem tudnék tovább. Ezt itt így nem vehetjük körbe ezt a négyzetet. Mert hogyha erre lefele jönnék és erre, akkor ez már nem lehetne vonal, és akkor a kettesnek már csak ez és ez lehetne a vonala. Ezt tehát viszont már nem tudnám behúzni, meg ez sem. Tehát sem erre nem tudnék innen tovább menni, mert az egyesnek akkor meg lenne a vonala. Így aztán itt ez már csak így és utána pedig így, mivel ez nem vonal, ez sem lehet vonal nyilván, ezért ő neki itt már fölfele kell jönnie. Így aztán ez nem vonal, aztán itt erre jöjjek, itt pedig a kettesnek már csak ez a második vonala. Akkor pedig itt már csak jobbra jöhetek, mint ahogyan itt is csak jobbra jöhetek. Erre nem jöhetek, csak fölfelé, tehát ez nem lehet vonal, akkor itt már csak jobbra mehetek tovább, csak fölfelé jöhetek tovább, ez a kettő itt nem lehet vonal, tehát akkor ennek a kettő vonala már csak lehet. Itt csak fölfelé mehetek tovább, itt meg csak jobbra mehetek tovább. Itt csak fölfelé. Igen. Mindig van itt. Ne vagyunk akadva sajnos. Jöhetek-e itt erre, az a kérdés, vagy pedig egyből fölfele menjek. Egyből fölfele nem jöhetek, mert akkor ide nem jöhetnék, itt már csak lefele jöhetnék, tehát akkor itt elakadnék. Tehát akkor itt már csak jobbra mehetek tovább, itt pedig csak fölfelé mehetek, akkor itt is csak fölfelé mehetek, ez nyilván nem lehet itt vonal. Itt csak fölfelé mehetek, akkor a hármasnál ez nem lehet vonal, akkor a hármasnál a három vonala már csak ez lehet, ez nem lehet vonal, tehát csak erre jöhetek tovább. Ez nem lehet vonal, akkor ez sem lehet itt vonal. Fölfele itt nem mehetek, mert hogyha fölfele mennék, akkor itt ebben a jobb felső sarokban lenne egy zárt körünk. Tehát akkor itt már csak erre jöhetek tovább, akkor itt nem lehet vonal, ez sem lehet vonal, akkor a hármasnak a harmadik vonala már csak ez lehet. A kettesnek a második vonala csak ez lehet. Ez itt nem vonal, itt csak így jöhetek már tovább. Ezt nyilván nem lehet összekötni, mert akkor itt alakulna ki egy zárt kör, tehát akkor itt már csak fölfele mehetek, meg itt is csak fölfelé mehetek. Ez itt nem lehet vonal. Ez sem lehet itt vonal az zárt kör miatt itt a jobb felső sarokban. Tehát akkor itt már csak jobbra, meg itt is jobbra. És akkor még mindig nem köthetem ezt itt össze az árkör miatt itt a jobb felső sarokban. Itt akkor már csak erre jöhetek. Ez itt nem lehet vonal. Ez sem lehet vonal, csak fölfelé jöhetek, ez nem lehet vonal.
kettesnek a másik vonala ez lehet, és akkor itt csak fölfele tudok jönni. Ennek a Ritterlinnek a megoldása, tehát így néz ki, végig lehet követni. Akkor egy folytonos vonal, teljesen körbeír az ábrán, és csak egy ilyen körünk.